Közel 2 évvel ezelőtt ilyen volt az egykori Apáca zárda, aminek a felújítása és átalakítása most fejeződött be. A helyén már egy bölcsöde áll. A forrást a pénzügyminisztérium egy nyertes pályázata biztosította. A padlónak a szintjétől lefelé 50 centire mindenki lett ásva, új vízvezetékek, új szennyvízvezetékek lettek letéve, teljesen új szigetelt rétegrendet kapott az épület, és a falakban is mindenféle elektromos vezeték az teljesen ki lett cserélve. A bölcsőde átadásán részt vett Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Ő arról beszélt, hogy a fejlesztésnek köszönhetően nőhet a kistelepülés népesség megtartó ereje. Mi hazánk sorsát úgy akarjuk megoldani, hogy népesítsük be sok gyerekkel, és annak vannak feltétele, hogy a szülők attól függő, hogy mit akarnak, hogy terveznek, amelyik hölgy azt akarja, hogy tudjon hamar munkába állni, annak kell bölcsőde, aki pedig hosszabb ideig akar a saját gyerekével, az úgy óvodáskortól már kötelező az óvodába járás, de akkor otthon tud maradni végig. Süli János arról is beszélt, hogy a választókerületében az elmúlt időszakban több bölcsődét és óvodát is átadtak, valamint Pakson épp egy 1 milliárd forintos hasonló fejlesztés zajlik.